Kézmosás! Kézmosás! Hát, sziasztok, és üdvözöllek benneteket újra itt! Ma Antival fotózni megyünk este, úgyhogy éppen próbálom kitalálni, hogy mit vegyek fel, ami hát az időjárást tekintve nem túl egyszerű. Egyrészt ugye nagyon hideg van kint, este különösen hideg lesz, és én már hazavittem a téli kabátjaimat. Szóval nem tudom. Illetve futó szempontból sem akarok túlságosan beöltözni, úgyhogy igazából egy dolgot tudok. Arról mindenképpen valamilyen szoknyát vagy rövid nadrágot fogok felvenni, és már múltkor mutattam nektek, de tényleg egyszerűen életmegváltoztató ez a harisnya, aminek ilyen belseje van. Úgyhogy mindjárt megpróbálom kitalálni, hogy mi legyen a többi része. Mit szóltok egy Dolores Umbridge kardigánhoz? Már úgyis lesz rajtam kabát, de az alá. Vagy várjunk? Inkább biztos sem megyek ezzel a vastag pulcsival. A sminkemet tekintve alapvetően csak egy kis frissítésre gondoltam, mert reggel már sminkeltem, de azért még lehet, hogy a fotózás miatt egy kis extrázni is fogok. Idehoztam néhány dolgot, majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőlem, mert hát azért nem mindig jönnek be az elképzeléseim. Ezt a videót a Samsung támogatja, ugyanis a mai fotózásunknak az az apropója, hogy ezt a Samsung Galaxy S23 Ultra készüléket fogjuk élesben tesztelni, és azon belül is a Nightography funkciót, ugyanis ez sötétben, rosszabb fényviszonyok között is nagyon szép fotókat készít, és igazából Antival már tök régóta szeretnénk valamilyen extra fotózást, akár éjszakai vagy esti fényekben, úgyhogy hát kihasználtuk ezt a lehetőséget, illetve ennek a telefonnak, még kimondani is dúlva, 200 megapixeles kamerája is van. 200! Mi? Szóval majd ezt is megnézzük élesben. Na de, visszatérek a sminkemhez. Igazából annak ellenére, hogy reggel sminkeltem, tök jó a smink alapom, illetve mostanában azzal szoktam kísérletezni, hogy egyáltalán nem használok már púdert az arcomon, mert szeretem, ha van egy ilyen kis természetes átfényesedése. Míg régen a tökéletes matt végeredményért voltam oda. Igen, igazából nem fogok az alapomhoz nyúlni, egy picit erősítek a pirosítón, mert azért fotókon nem árt, ha picit erősebb a smink. Hát meg igazából még van néhány óra a fotózásig, de még előtte a gimis barátnőimmel fogok találkozni, akiket a gimis ballagás óta nem láttam. Úgyhogy lehet, hogy enni, inni is fogunk. Emiatt is döntöttem úgy egyébként, hogy nem szájhangsúlyos sminket fogok készíteni. Még egy pici szemöldökigazítás, de jövő héten végre megyek újra szemöldöktetováltatni, de majd arról beszámolok. Szóval szemsminket tekintve arra gondoltam, hogy tusvonalat fogok húzni, méghozzá fekete szemhéjpúderrel, egy ilyen kis ferde ecset segítségével, és aztán, mivel azt a zöldes színű pulóvert választottam, úgy gondoltam, hogy még egy ilyen csillámos, kékes, zöldes árnyalattal is megpróbálom feldobni. Szurkoljatok a remegő kezeimnek, hogy ma megpróbáljanak stabilak lenni. Tudjátok, a mozdulat, amit lehetetlen úgy elvégezni, ne hajolnék bele a tükörbe teljesen. Azért választottam szemhéjpúdert, mert nem egy ilyen túl éles, túl intenzív hatást szeretnék elérni, hanem picit egy ilyen kis elmosott tus hatást, ami mostanában sokkal-sokkal divatosabb, illetve nem fogom teljesen végighúzni, hanem alapvetően a külső részre koncentrálok. Hát ez már nem is rossz így önmagában. Nem is tudom, hogy egyáltalán próbálkozzak-e ezzel a csillámmal, de azért mégiscsak valami extrács. És mi lenne, ha ezt alulra tenném? Hát, ha így közelebbről látjátok, nem tudom kamerán keresztül mennyire jön át, de élőben nekem kifejezetten tetszik, majd a számat még indulás előtt megigazítom, de ez mégiscsak ad neki egy kis extrát. Egyébként ezt csak úgy megmutatom érdekességből, hogy múltkor rendeltem ugye az órámhoz ezt a kis pöttyös szíjat, amit már mutattam nektek, hogy nekem mennyire tetszik. Aztán rendeltem tokot a telefonomhoz, ebben a mintában, és egyszerűen le sem esett odáig, amíg sőt, hát nem, hogy odáig, amíg megérkezett, de még már men volt egy-két napja, amikor csak valaki felhívta rá a figyelmet, hogy úgy tűnik, nagyon szerethetem ezt a mintát, és tényleg teljesen véletlenül sikerült ugyanezt a pöttyös dizájnt megvennem, hát nem tudom, úgy tűnik, hogy egy dalmata veszett el bennem, de hát nézzétek most már, milyen jól mutat egyben. Át is öltöztem, úgyhogy mutatom, hogy miből élünk. Szóval ez lenne a szett alapja, én imádom ezt a pulcsit, szerintem télen ez volt rajtam leggyakrabban. Egyrészt tök jó a szabása, és ez a szín álomszép, nagyon-nagyon-nagyon kedvelem. A többi pedig szoknya, csizma, öv, semmi extra. Na és amire még gondoltam,
Képeken szerintem nagyon jól mutatna ez a kis párduc mintás kabát, viszont a vastag kulcsi mellé lehetetlen, hogy ezt magamra tudjam venni, mert ez elég szűk, ez meg elég nagy, viszont ez kell ahhoz, hogy ne fagyjak meg. De arra gondoltam, hogy igazából így a vállamra téve sem mutat rosszul. Szóval lehet, hogy ezt elviszem pluszban, mert az egyetlen dolog, amit erre a vastag kulcsira fel tudok venni, az ez az ilyen ingjellegű kis kabátocska, ami egyébként legutoljára szerintem lovagláson volt rajtam, mert tiszta lószőr. De ez nem fog látszódni a képeken. És a másik fotókon szerintem jobban mutatva, de amúgy ez is így igazából tud vagány lenni, ha kicsit megpróbálok vele majd valamit csinálni. Úgyhogy szerintem elviszem mindkettőt. De vajon meg fogok-e fagyni csak így ebben? Hát majd meglátjuk. Egyébként a fotózáshoz kölcsönöztem egy ilyen kis lámpát is, ez egy ilyen LED fénycső, aminek mindenféle effektje van, mindenfélét tud, ez például egy rendőrautó. Erre remélhetőleg nem lesz szükség, mert amikor nézegettünk fotóinspirációkat, akkor nagyon tetszettek azok a képek, amikor valamilyen ledes kirakat előtt volt a modell, de nem biztos, hogy fogunk olyat találni, úgyhogy lehet, hogy majd ezzel játszunk valahogy, majd meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. Ezt már Antira bízom, aki biztos fog mondani pár tök jó tippet, úgyhogy lassan indulok is otthonról, először gimistali, és utána pedig a fotózás, és aztán jelentkezem. Azt nézem, mondjuk a lépcső se rossz még. Hogy kell elkezdeni? Most társadok velünk is. Na hát ezeket benevágd, még ilyen bakiként se vágd, de kérlek szépen. Na itt vagyunk az Operánál Antival, mindjárt indul a kis fotózásunk. Igazából ezt nem terveztük eredetileg a fotózási helyszínnek, de ahogy itt elsétáltunk, annyira szépek a fények ezekkel a lámpákkal, hogy arra gondoltunk, hogy itt mindjárt megpróbálunk valamit. Mi lesz a koncepció? Ezt egyelőre még nem tudom. Jön egy autó? Mindjárt elviszi egy autó a kamerát. Nem vittem. A koncepció az annyi lesz, igazából azért is álltunk itt meg, mert itt nyugság van, és nem annyira járkálnak emberek, úgyhogy itt nyugban fogunk tudni egy kicsit kreatívkodni. És azért kezdünk ezzel, mert még ez lesz talán a legegyszerűbb része a fotózásnak, úgyhogy lássuk, mit tud ez a kamera. Na meg vagyunk az első etappal, igazából sokkal gyorsabban készen lettünk, mint amire számítottam. Legalábbis szerintem, hogy elsőre is nagyon jól sikerültek a képek. Az volt a koncepció, hogy leültem ide is ilyen kis merengős, nézelődős hangulat. Városi, esti városi hangulatot rekítettünk meg. Ugye már igazából mi már rögtön be is kedvenceztünk néhány képet, amik nekem baromira tetszenek. Itt ezeknek az elkészítéséhez a portré funkciót használtok, azon belül is, ami háromszoros zoommal készül. Mégpedig amiatt, mert amúgy az jobban elmossa a hátteret, és amúgy utólag még tudjátok szerkeszteni a képeket itt a telefonon belül. Én ezeket az effektusokat megmondom őszintén, hogy annyira nem szeretem használni, de az élesítés, vagy így a háttérhomályosítás, az egy tök jó funkció. Szóval, ha jobban szeretnétek, hogy el legyen mosódva a háttér, akkor azt utólag is tudjátok módosítani a telón. Akkor induljunk tovább a második állomásra, ami mi lesz? Egyelőre még nem tudjuk, de megkeressük. Felfedezés alatt. Elkészültünk a második etappal is, és hát nekem ez még sokkal-sokkal jobban tetszik, mint az első, és hát meglepő módon egy éjjel-nappali üzletnek a kirakatát használtuk, mert Anti talált egy olyan helyet, ahol ment egy ilyen nyitva felirat, úgyhogy ezt használtuk ki. Egészség. Egy kis fénnyel az éjszakában. Így van, még ezt a fénycsövet használtuk különböző színekben, hogy ráesen az arcomra, úgyhogy ezzel is lehetett kicsit játszani, és hát szerintem nagyon ütős lett. ne fotózzatok majd. Most nem alkalmas. Aztán meg ahogy átjöttünk ide a bazilikához, most éppen a bazilika kupolájának a csúcsánál volt tökéletesen a hold, úgyhogy gyorsan kihasználtuk a night funkciót, illetve a 200 megapixelt is, és arról is lőttünk egy képet. Most pedig, én nem tudom, hogy vagy veled, de nekem konkrétan annyira meg van fagyva a kezem, hogy már alig bírom kint tartani. Igen. És előbb küldött a telefonom értesítést, hogy mindjárt elkezd szakadni az eső, pedig nekünk még van itt egy ötletünk, amit szeretnénk megvalósítani. Rohanunk. De ezt most el is rakom, mert az utolsó fotóhoz nem fog kelleni, ugyanis egy ilyen hosszú expozíciós képet fogunk csinálni, vagy legalábbis megpróbálunk, úgyhogy a fruzsi mozdulatlan lesz, és
rajta kívül vagy az emberek, vagy pedig az autók fognak mozogni, úgyhogy lássuk, hogy ebből mi sül ki. Lássuk. Egyre jobban kezd kiürülni a tér, úgyhogy sietnünk kell. Lassan nem lesz ember, aki így elsétál majd mellette, úgyhogy megyünk is. Viszlát! Ezzel sajnos tényleg nem értünk olyan sikerrel, mert mire mindent beállítottunk, tényleg alig maradt ember, akik viszont annyira lassan sétáltak mellettünk, hogy hát nem sikerült azt a képet megcsinálni, amit szerettük volna. Úgyhogy próbáltuk autókkal, de abból is kevés volt, úgyhogy ezt majd még egyszer megpróbáljuk. Utána átmentünk még az óriás kerékhez, és ott is csináltunk néhány fotót. Aztán pedig hazabattyogtunk, mert tényleg iszonyatosan hideg lett. Másnapi Fruzsi jelentkezik. Hát tegnap már ki kellett olvasztanom magam, amikor hazajöttem, de most már itthonról is átnéztem a képeket, meg igazából most már nagyjából megszerkesztettem ezt a videót, amit most néztek. És azt kell mondjam, hogy ez a kirakatos szerintem ilyen lett. Úgyhogy kíváncsi is vagyok nektek, hogy melyik a kedvencetek az elkészültek közül. Egyébként az ilyen kis hobbi fotózásokat nagyon ajánlom nektek, mert szerintem szuper önbizalom löketet tud adni, amikor megnézitek a végeredményt, meg mindig jó kicsit kísérletezni és kreatívkodni. Ha ilyen éjszakai esti fényeket választotok, akkor jó tanács, hogy mindenképpen vigyetek magatokkal állványt, mert akkor tudtok legjobb fotót csinálni, ha ezeket hosszú záridővel készítitek el, amihez az kell, hogy stabilan tudjátok tartani a telefont, és például hát nekem az sosem megy. Szóval ilyen szempontból ilyenkor az állvány elengedhetetlen, és öltözzetek fel. Nagyon. Szóval remélem tetszett nektek ez a videó, pont azon gondolkoztam, hogy milyen sok különböző kreatív fotózást csináltunk már Antival az évek alatt, és hát már jó párról szerintem készült videó is, úgyhogy majd ezeket még nekem is majd jó lesz visszanéznem. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!